Sziasztok! A járványhelyzettel és az otthonmaradással kapcsolatban egyre inkább előtérbe kerülnek a társas játékok, így úgy gondoltam, megmutatom nektek néhány kedvencemet. Nézzük is! Azul. Az Azul nevű társasjátékban a portugál azulejhoz, vagyis csempedarabokból kell mintákat kiraknunk. Különböző körökben húzunk a csoportosított csempék közül, és soronként próbálunk kirakni egy mintát. Aki először vesz a halom közepéből, ahhoz kerül a mínuszpont. Ez egy nagyon érdekes és szép játék, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt jó, és körülbelül ilyen 20-30 perces játék ideje van, hogyha több ember játszik, akkor ez egy kicsit növekedhet. A forduló végén azokból a sorokból, ahol sikerült teljesítenünk a sort, egy csempét átrakunk a csempe mintázathoz. Ezeket utána visszarakjuk a csomagba. Azok a sorok, amiket nem sikerült teljesítenünk, azok pedig megmaradnak a következő fordulóra. Az egymást határoló csempékkel is extra pontokat gyűjthetünk. Úgy ér véget a játék, hogyha valakinek egy vízszintes sora kész lesz, ezzel befejezi a játékot, és ekkor számoljuk össze a pontokat. Egy függőleges sor extra 7 pontot jelent, hogyha valakinek egy mintából az összeset sikerült összegyűjtenie, akkor az plusz 10 pont, és egy vízszintes sor pedig extra 2 pont. Akinek a játék végén több pontja van, az nyer. Football Winner. Amennyire furcsa megfogalmazású ez a cím, annál érdekesebb ez a játék. Egy gumi kifeszítésével tudjuk átcsúzlizni kvázi a korongjainkat az ellenfél térfelére, és azt nyer, akinek ez minél hamarabb sikerül, akinél elfogynak a korongok. Scotland Yard. Ebben a játékban az egyik játékos lesz Mr. X, akit a többiek próbálnak megtalálni. Mindenkinek különböző tömegközlekedési eszközök állnak rendelkezésére, metró, busz és taxi. Mr. X-nek viszont van további lehetősége is, például ő utazhat hajón, vagy mehet gyalog is, illetve nem mindig kell megmutatnia, hogy éppen hol jár. Egyes körökben fel kell fednie, hogy merre jár, de a legtöbb körben rejtve marad, és a többieknek ez a feladata, hogy őt megtalálják. A többi játékos, hogyha például egy taxit használ, akkor utána azt oda kell, hogy adja Mr. X-nek, akinek ezáltal több tömegközlekedési eszköze lesz, míg a többieknek kevesebb. Ez kvázi egy ilyen versenyfutás az idővel, illetve a körökkel, hogy megtaláljuk Mr. X-et. Heimlich und Co. Ez megint egy német nyelvű játék, de nem kell hozzá német nyelvtudás, tehát hogyha beszerzitek akár a német verziót is, ugyanúgy jól elboldogultok, mivel csak a színek, illetve a dobókocka játsszák a főszerepet. Itt az elején egy picit belegyorsítok, mert nem fókuszált a kamerám, de mindjárt lelassulok. Itt mindenki egy színt kap, kihúzza, és ő azzal lesz, de a többiek nem tudják, hogy a másik ember milyen színnel van, és így próbálják egymást meggátolni abban, hogy célba érjenek, de ugye nem tudják, hogy ki is az ellenség. Ehhez képest értelemszerűen mi magunk is megpróbáljuk ezt a legjobban titkolni, és a többi színnel is menni, hogy ne legyen feltűnő, hogy mi vagyunk esetleg a kék vagy a narancssárga. Itt ebben a példában én most a sárga voltam, de igyekszem a többi színnel is sokat menni, például a zölddel. Mindig megyünk egy kört, hogyha valaki elér a fekete széfhez, akkor az a kör befejeződik, és akkor összeszámoljuk a pontokat, hogy ki hol van. A különböző épületek különböző pontokat jelölnek, 1-től 10-ig, utána van egy rom, ami 3
mező visszalépését jelenti, illetve van egy régebbi épület, aminél pedig nem mozog a játékos. Az nyer, aki először célba ér, ez viszont lehet, hogy egy olyan személy lesz, akivel senki nem is játszott, úgyhogy vigyázni kell, hogy amíg próbálunk rejtőzködni, ne juttassunk esetleg valaki mást előnybe, akivel nem is mi vagyunk. Therapy. Ebben a pszichológiai játékban van egy terapeutád, néha ő tesz fel neked kérdéseket, néha pedig a többi játékos, vagy van csoportos terápia is, ahol az összes játékos együttműködve próbálja kitalálni például, hogy ki borulna ki leghamarabb egy adott szituációban. A kérdések közül nem akarok most konkrétan egyet sem említeni, hogy ne lőjem le a poén, de abszolút nem unalmas a játék. A helyes válaszokkal és satszolásokkal kis rudakat szerezhetünk, az a győztes, aki legelőször összegyűjti mindet a különböző színekből. Ezt a játékot valószínűleg nem sokan fogjátok kipróbálni, mert ahogy most utána néztem, csak németül elérhető, és az ára is elég borsos, 150 euró, de azért belinkeltem, hogyha esetleg valakit mégis érdekelne. eBay-en használtan lehet egy-két olcsóbb darabra is bukkanni. Na remélem találtatok közte valamit, ami felkelti az érdeklődéseteket, és kipróbáljátok őket. A leírásban próbáltam mindegyikhez egy linket is csatolni, hogy hol tudjátok megrendelni. Köszönöm, hogy megnéztetek, sziasztok!